és elmondtam azt is, hogy miért gondolom, hogy izgalmas év volt, hiszen vége van annak az időszaknak, amikor Vas megye egy olyan helyzetben teheti a dolgát, ahol jelentős létszám többlettel dolgozik a rendőrség. A határőrség és a rendőrség integráció után a Vas megyei rendőrfőkapitányság részére engedélyezett 900 fős státuszkeret felett dolgozott a rendőri állomány, 351-jel voltunk többen, mint az engedélyezett létszámunk. 2009. december 31-én ráálltunk az engedélyezett létszámunkra, összesen 21 olyan kollégánk volt december 31-én, aki még rendelkezési állományban volt. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a korábban megszokotthoz képest érezhetően csökkent az egyenruházott állomány közterületi jelenléte. Természetesen szeretném pontosan elmondani és kihangsúlyozni, hogy ez egy kedvező időszak volt, és most mi ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amiben korábban azok a megyei rendőrfőkapitányságok voltak, akik az integráció előnyeiből nem részesültek. Főkapitányság létszáma feltöltött, jelen pillanatban is, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy az idén átadott közigazgatási hatósággal együtt a tavalyi évben az itt állomásozó rendőrök létszáma közel 1000 fővel bővült Vas megyében, hiszen 290 fővel létrehoztuk idén ugyan, de már tavalyi év munka eredményeként a közigazgatási hatósági szolgálatot, és létrejött februárban a készenléti rendőrség 4-es főosztálya, 2-es osztálya Szombathelyi székhelye, 157 fővel. Izgalmas volt azért is, mert tavaly évben rengeteg katasztrófa történt a megyében, hiszen az év elején januárban az áram szünet, 24 település maradt ki rövidebb, ki hosszabb időre áramszolgáltatás nélkül, aztán a nyári időszakban, júniusban a kőszegi áradás, a lába áradása, és ősz, illetve a téli időszakban a humán vírus elleni küzdelemben vettek részt a rendőreim. Ha más nem mondok, csak annyit, hogy a főkapitányság személyi állományának több mint 50%-a beoltatta magát, akkor azt gondolom, ez is egy fontos, de egyébként részt vettünk egyéb feladatokban is, amit az Országos Rendőrfőkapitányság részünkre megállapított. Izgalmas volt azért is az év, mert folyt egy olyan bűncselekmény sorozat az országban, aminek nem tudtuk, hogy lesz-e Vas megyei szála, hiszen a kisebbségek sérelmére elkövetett sorozatgyilkosságok kapcsán elrendelt intézkedésekben a Vas megyei rendőrfőkapitányságnak is volt a feladata, és örömmel mondtam el itt az évértékelő, hogy nem történt a megyében olyan szélsőséges cselekmény. A tavalyi évben, amely az itt élő emberek biztonságát jelentős mértékben rombolta volna. Elgondolkodtató volt, és önök is biztos észlelték, és nagy kihívás volt a főkapitányság állománya előtt, hogy jelentős mértékben emelkedett a rablások száma, 29-ről 40-re. Összesen 8 fegyveres rablásunk volt, több pénzintézet sérelmére elkövetett fegyveres rablásunk. A tavalyi évről egyetlen egy pénzintézet sérelmére elkövetett fegyveres rablással vagyunk még adósok. A kollégáim valamennyi elkövetőt viszonylag rövid időn belül elfogták, és olyan ügyekben is dolgozott a Vas megyei rendőrfőkapitányság, amely országos jelentőségű, hiszen emberölési és Budapesten elkövetett több fegyveres rablás elkövetőit fogtuk el, és folytatunk ellenük büntető eljárásokat. Az adatokban bent van, és ezt én nem szeretném értékelni, 14%-kal csökkent az ismertével bűncselekmények száma megyébe. Egy dolgot ehhez azért hozzátennék, hogy az elmúlt 5 év legalacsonyabb bűncselekmény szám történt. Azt is kritikusan megfogalmaztam, hogy azt is észleljük, hogy a mi statisztikánk által közvetített tendenciák és viszonylag stabil bűnügyi helyzet az állampolgárok biztonság érzetében nem jön át. Úgy érzékeljük, hogy az állampolgárok, az itt élő emberek is személyes és szubjektív biztonság érzete romlik. És rosszabbnak látják a helyzetet, mint ami a valójában, amilyen valójában ez a helyzet. Nagyon sok összetevője van ennek, azt gondolom egy-két összetevője ennek túlmutat a rendőrség keretein belül.
13%-kal csökkent a medőben a személysérüléses közlekedési balesetek száma, ugyan a meghalt személyek számot ismétlében emelkedett, de ez az emelkedés azt gondolom az ilyen jellegű eseményeknek a törvényszerű ingadozásával biztosítható. Ugye tavaly előtt egy nagyon jó bázisunk volt, hiszen 18 halottunk volt ebben a megyében. Soha még Vas megyében ilyen kevesen közlekedési balesetben nem haltak meg. Ehhez képest az a számomtól hallgassatnak ugyan több, de azt gondolom, vannak ezzel kapcsolatban adataink, de szégyenkeznünk ellenére. És teljesen természetes az is, hogy én megköszöntem mindenkinek a munkáját, amivel ehhez hozzájárult a tavaly évben, és személy szerint szeretném megköszönni önöknek is azt az objektív tájékoztatást, amit a munkánk voltak. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat segítünk azon a problémán, amit úgy hívunk, hogy szubjektív biztonságérzet, hogyha nem csak a katasztrófákat, nem csak a bűncselekményeket, hanem azoknak a végeredményét is, amikor eredményes a felderítés, a sajtó jól kommunikál, és az emberek elhiszik, hogy eredményesen dolgozik a rendőrség, és azokban az ügyekben, ami az embereket zaklatja,